Gyuri bácsi, mikor szerepelt először a Nők lapjában? Azért tudom pontosan, mert megnéztem 2006-ban. És az első interjút te készítetted? Ha nem is az első, de az elsők között. Igen, igen. És meghallottam, hogy a Miskolci piacon árul egy idős úr, szatyorból, Bükk-Szentkereszt, és én a Bükköt nagyon szeretem, sokat jártam arra. És elmentem egy ilyen piaci napra. Nem akart imponálni, ez is olyan fontos, hogy nem akart az újságírónak, a Nők lapjának se megfelelni, se alámenni, se szolgálni. Szóval nagyon, nagyon tiszta, egyszerű együttlétek voltak a közelében. Mondtam, hogy én ott szeretném az interjút készíteni, ahol él, és akkor így összehoztuk, hogy én elmentem Bükk-Szentkeresztre, busszal, ahogy szoktam, és akkor elmentünk erdőt járni. De miért volt érdekes Gyuri bácsi 2006-ban neked újságíróként? Aki valamiért más, az lesz érdekes. Nem biztos, hogy országos hírűnek kell lenni, hanem hogy ott az asszony, Klára asszony a piacon mondta, hogy fáj a foga, és rárakott útifűvet, és egy fél óra múlva, Klára, fáj még a fogad? Éppen miért valamit? Azt elmúlt, el is felejtettem. És ilyenekből rakódott össze a Gyuri bácsi híre. Mesélős volt, élvezte a mesélést, és közben azt hiszem, hogy a lófőtisztás felé mentünk először, apró bojtorjánt talált, és akkor rögtön elmondta, hogy mi micsoda, de közben elmesélte, hogy Bükk-Szentkereszt arról is híres, hogy a levegője milyen, és hogy Simándi József is ott kurálta a hangját. Sokat sétált, és sokat volt csöndben, és akkor elment, akkor még voltak mészégető kemencék. És talán Takács Laci volt az egyik ilyen régi égető, és a végén azt mondja Takács Laci, és az úr mivel foglalkozik? Hát azt mondja, én énekelek. Énekeljen már nekem egyet. És a Simándi ott elénekelte a hazámat a mészégető kemence mellett, és ennek olyan jó íze volt történetbe is, meg úgy elképzeltem. És Gyuri bácsi szerette a zenét? Szereti a zenét? Szerintem szereti. Szereti. Meg főleg ő is azokat az embereket szereti, akikhez történet kapcsolódik. A nagymamája kapcsán, azt hiszem, aki Sajó Kazán gyógyított, és a 60-as években még kidobálták, keresték a javasasszonyokat, ilyen füves embereket, és szétdobálták a cuccaikat a patakba. Ez 60-ban volt, és mesélte a nagymama is ilyen csöndesen a unokájának, és ezeket mind megjegyezte. Ugye ő könyveket is árult, úgy tudom, hogy ő bizományos volt a Gyuri bácsi, szóval nagyon sok kapcsolata volt emberekkel. Embernek volt rokonszenves, adni akart, tudta, hogy miért, hogy az Isten patikája az onnan föntről jön az ajándék, hogy ajándék minden, hogy ezt használni lehet, de nem kihasználni. És ezek mind úgy nem is csak megtestesültek benne, hanem ilyen. Tehát, hogy természetes volt, soha nem játszotta meg magát, azt éreztem később, hogy ő egy hiú ember. És nagyon, de a hiúságán, hogy is mondjam, aki szerepel, abban van hiúság. Én ezt tudom, mert én is szereplős vagyok. És élvezi a sikert, és élvezi a szeretetet. És ez nem baj. De ez mégis megtartotta a helyén. Pontosan. Nagyon sok ember ettől kimozdul a helyéről. Nem. Én pont ezt akartam mondani, hogy ő maradt olyan, amilyen, de közben ugye fölfutott a hírelet,
országos híre lett, nagy emberekkel találkozott, nem akárkikkel. És ez a segítő, alázatos, szolgáló alkat, ez azért végig megmarad benne. Tényleg. És ezt mondta akkor a nagymamájáról, hogy én ezt írtam a végére, hogy nagymamára gondolok, és arra, hogy mindent neki köszönhetek. Sokáig nem tudtam, kinek adhatom át az örökséget. Most már megnyugodtam, Zsuzsa lányom is, talán két unokám is a Javasasszony őseik örökébe lép. Ki kellett várni. De én tudja, sosem sietek. A természet, a füvek, a fák türelemre intenek. Megértésre, alázatra, csöndre.